mérkőzésre. Ötödik mindent eldöntő mérkőzésre lesz majd szükség Szombathelyen a bajnoki fináléban. Jön a mindent eldöntő ötödik összecsapás, ahol kiderül, hogy 2017 után az Alba, vagy sorozatban negyedszer a Falcon lesz a bajnok. Jó estét kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. A jelenlegi párharc állása tehát 2-2, ami egyben azt is jelenti, hogy a legutóbbi 2017-es Falcon Alba döntőt hasonlóan most is az ötödik utolsó mérkőzés fog dönteni a bajnoki cím sorsáról. A Falcónak ebben már van gyakorlata, hiszen legutóbb a Körmend, előtte pedig a Szolnok ellen is hasonló szituációban voltak. Most viszont ez mindenképpen döntő lehet, hogy vajon a sérültek hogyan állnak, hogy például Stefan Pott, a Falco irányítója tudja vállalni ma a játékot, illetve Per Zoltán mennyire tudott fölépülni a második mérkőzésen szerzett sérüléséből. Jelen pillanatban a csordultig telt ház előtt az Alba bemutatása zajlik, mellettem pedig Váradi Kornél, nem tudom mennyit hallasz abból, amit én mondok, mert én magamat alig hallom, olyan fügykoncert van, de sok szeretettel köszöntelek. És azt a nagyon egyszerű kérdést fogom neked föltenni, hogy mi az, ami még dönteni tud egy ilyen ötödik meccsen, ahol gyakorlatilag már szinte mindent megmutattak magukból a csapatok. Szia Jenő, is köszöntöm a kedves nézőket. Hát igen, valóban nem nagyon halljuk egymást, szóval a hangulatról semmi panasz nem lehet, de ez minden mérkőzésen így volt eddig. Hát azért a két csapat most már tovább nem húzhatja ezt, szóval ma mindenképp el kell dönteniük. Eddig nagyon jó mérkőzéseket hoztak, fordulatos csata volt. Hát a sérültek azok biztos, hogy befolyásolók lesznek, attól függően ugye, hogy a Falconál tényleg Pott mennyit bír, vagy Per Zoli. Mellette az Albát pontosan emiatt egy kicsit hosszabbnak érzem ebben a sorozat terhelésben. De hát ez utolsó mérkőzés, ez már itt a fizikális dolgok beleszólhatnak, de legtöbbször ez a szívről és a higgadságról szól. Így van, ugye, ahogy mondtad, hogy nincs már több esély, nem lehet hibázni, nincs több javítási lehetőség. Hogyha az Alba aranyéremmel szeretné zárni a szezont, akkor azt a rossz szériát, hogy ők még itt idegenben nem tudtak nyerni, mindenképpen meg kell törniük, hiszen eddig a döntőben mind a két csapat a hazai két-két mérkőzését hozta. Vagy pedig ugye a Falco felzárkózik a fehérvári együtteshez, és immáron ők is ötszörös bajnoknak mondhatják majd magukat a mai naptól kezdve, ha és amennyiben megnyerik majd ezt a mérkőzést. Egyébként emellett sorozatban a Falco a negyedik bajnoki címét nyerheti, ezzel pedig a Honvéd óta az első csapat lehet, amelyik egymás után négy alkalommal is a legjobbnak bizonyult. Ugye a Honvéd egyébként 1976 és 86 között tudott zsinórban 10-szer nyerni. Ugye a Falco az idei szezonban még nem tudott nyerni Fehérváron, az Alba még nem tudott nyerni Szombathelyen. Nagyon nehéz megtippelni azt, hogy mi várható. Ugye az előző találkozón Fehérváron az bebizonyosodott, hogy az Albának hosszabb a padja, ott több olyan játékos volt, aki kétszámjegyű összeget tudott dobni egy mérkőzésen. Amit látunk, hogy Stefan Pott, ha bekötött lábbal is, de ott van a pályán, azt mondták, hogy be fog melegíteni, meg fogja próbálni. Azt sem kizárt nyilván, hogy játszik majd ezen a mérkőzésen, de hogy mennyit és hogyan és milyen minőségben, az óriási kérdés. Ugye ugyanakkor föl lehet tenni azt a kérdést is, hogy egy Per Zoltán lesz a döntő, vagy egy Vojvoda, vagy pedig valaki a két csapatból, vagy valakit tudnak fölnőni melléjük. Ez mind-mind nyitott kérdés. Hát ez korábbi mérkőzéseken is erről mindig beszéltünk, és mindig az jött ki, hogy ők valahogy mindig döntő faktorok. Szerintem még egy kicsit az lehet döntő faktor visszanézve az utolsó mérkőzéseket, vagy visszatekintve rá, hogy melyik csapat lesz az, aki betalál kintről. Mert az elmúlt mérkőzésen igazából ezzel álltak hadilában a csapatok. Igen, mint hogyha gondolatolvasó lennél, mert pont erre szeretem volna nálad rákérdezni, hogy a negyedik találkozóról beszélünk, a Falco 19, az Alba 17%-kal dobott, a Falconak 26-ból 5, az Albának 23-ból 4 volt a bedobott triplája, ami borzalmas. Bencúr Tamás, Cifra Csaba és Földházi Tamás lesznek ennek a mérkőzésnek a játékvezetői. És hallgass
hallgassuk meg a himnuszt Danics Dóra előadásában. Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts felé védő vezetett 18-al, de kikapott. Láttunk olyat, hogy a Falkó vezetett 22-vel, de kikapott. De vajon mit látnak bele ebbe a mai meccsbe az edzők? Természetesen Korsós Kristóf kollégám megkérdezte őket. Egyetlen győzelemre van szüksége a Falkónak a bajnoki címhez, ahhoz, hogy befejezze ezt a tökéletes szezont. De ebben a sorozatban minden mérkőzést a hazai csapat nyert, az egy jó jel lehet a Falkó számára. De mi volt az utolsó üzenete a játékosok felé? Az ötödik mérkőzés mindig más, mint bármelyik korábban. Eddig izgalmas meccsek voltak egylabdás meccsek is, és nyilván mindenki azt várja, hogy ez is egy izgalmas mérkőzés lesz az utolsó percekig. Azt próbáltam mondani a játékosaimnak, hogy élvezzék ezt a meccset, mert 10 hónapon keresztül dolgoztunk ezért, és most 40 perc van már csak hátra. Ne gondolják túl ezt a meccset, ugyanúgy játszanak, mint idáig, ne legyenek önzőek, osszák meg a labdát egymással, és bízzanak a csapattársakban. Ez lesz a kulcsa szerintem a mai mérkőzésnek. A bemelegítés alatt Stefan Pott is a pályán volt. Fog-e játszani, és hogyha fog, akkor mennyibe változtatja ez a rotációt? Legutóbb Per Zoltán kezdett az ő helyen. Így van, viszont egy ilyen típusú sérülésnél mindig bemelegít a játékos a mérkőzés előtt, és ez nem titok, és ezután meglátjuk, hogy mennyit tud vállalni. Kezdő lesz a mai mérkőzésen, ez biztos, de meglátjuk, hogy a lába hogy bírja a terhelést, és hány percet tud majd a pályán tartani. Ez majd a mérkőzés közben derül ki, de az biztos, hogy a percei sokat segíthetnek nekünk, de összességében a mérkőzésre koncentrálunk, és nélküle vagy vele, de bajnokok szeretnénk lenni. Egy győzelmet kellene szerezni az Albának itt ebben az arénában ahhoz, hogy bajnok lehessen. Ezt már a dönt előtt tudtuk, hogy egy meccset kellene itt nyerni, de most már ez itt az utolsó lehetőség. Mennyire jelent extra motivációt a játékosoknak az, hogy ezen a mérkőzésen a bajnoki cím a tét? Lehet, hogy néhány játékosnak ez az egyetlen esély a pályafutása során. Azt gondolom, hogy sosem tudhatjuk, hogy akár nekem is ez az egyetlen esély, de ugyanez igaz a Falkó játékosaira, és sosem tudhatjuk, hogy holnap mi történik. Nem gondolnám, hogy ez különösen motivációt jelent, sokkal inkább a döntő eddigi mérkőzései adhatnak motivációt nekünk. Én azt szeretném, hogy élvezzük ezt a mérkőzést, hiszen hogyha nyerünk, akkor bajnokok leszünk. Nem szabadna túl nagy nyomást helyezni saját magunkra. Az ilyen meccseket kell megnyerni a bajnoki címhez. Fontosnak tartom azt, hogy bátran és magabiztosan játszunk, és élvezzük a mérkőzést. Nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy Stefan Pott játszik ma, de valószínű. Mit jelent ez önnek, az ellenfél csapatának edzőjeként? Szerintem jó, hogyha játszik, mert akkor a döntő is jobb lesz ezzel. Nyilvánvalóan egy nagyon fontos játékos a Pott a Falkónak, viszont mi ugyanúgy fogunk védekezni ellene, mint korábban, amikor játszott ellenünk, és igazából ennyi. A második és a negyedik mérkőzés volt a legszorosabb a döntőben, és pont ezt a két mérkőzést megnyerte az Alba.
Ha most is szoros lenne a végjáték, az utolsó néhány perc, az ideális lenne az Albának? Azt gondolom, úgy kell belemennünk az utolsó negyedbe, hogy van még esélyünk a bajnoki címre, és hogyha ez így alakul, akkor sosem tudhatjuk, hogy mi történik az utolsó percekben. Még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy koncentráltak maradjunk, magabiztosak, és csak a kosárlabdára koncentráljunk, és élvezzük ezt a ma estét, mert sokat dolgoztunk, ezért is szerintem jó munkát is végeztünk, és hogyha nyerünk, akkor hatalmas dolgot érhetünk el a klub és a város számára egyaránt. Edző elmondta, hogy élvezzék a játékot, erre hívták föl a figyelmet. Nekem ez egy picit mindig azt mutatja, hogy próbálják levenni a terhet a játékosok válláról. Igen, szóval ez az egy nehéz szituáció, mert persze, hogy élvezzék, de azért mégiscsak a döntő. Szóval egy egész szezonban terítik, itt eldől, hogy ki lesz a bajnok. Persze vannak részsikerek, hogy alapszakasz győzelem, mindez, azért mindenki erre fókuszál leginkább. Így van, és akkor lesz majd egy ünnepélyes kezdődobás. Hazafi László, a Volvo Alpok autó vezetője fogja földobni a labdát. És ahogy azt megígérte Milos Konakov, Stefan Pott ott van a kezdőben, rajta kívül azért ott van Matthew Taibbi, Keller Ákos, Kowels, valamint Kovács. És a másik oldalon sincsen túl nagy meglepetés, hiszen a két magyar kisember, Somogyi és Pongó, valamint rajtuk kívül ugye Dekózi, Fillmore, illetve Ford kezd a döntő ötödik mérkőzésén. Úgyhogy mondanám, hogy nincs más hátra, mint előre, hogy élvezzük ezt a döntőt. Mi megtehetjük, hogy élvezzük kívülállóként, a játékosok azért kevésbé. Bár szerintem egy jó versenyző azért élvezi, hogyha egy ilyen szituációban van. Én emlékszem magamra, én imádtam. Hát a profi játékosok azért ezt imádják, ezeket a helyzeteket, főleg azért, mert hajtja őket, hogy minél több mindent nyerjenek, és mindent beletesznek egy ilyen meccsbe. Ez tényleg az érzelmek csatája. Ki tudja adni, Fillmore, Somogyi még időben dobta el, jön Ford, és jó a kosár, ráadásul Kovács Benedek, miután lemaradt, még meg is ütötte Quincy Fordnak a kezét, így aztán a pozíció és a kipasztolás, majd a tripla után támadó lepattanó és két pont. Minden ilyen apró új pozíció, új labdabirtoklás sok energiát tud adni, főleg így a mérkőzés elején a vendégcsapatnak. Ezt kontrollálni kell mind a két csapatnak, hogy nehogy ilyen apróságokból valaki ritmus tudjon fogni. Igen, és a negyedik meccsen láttuk azt, hogy Kovácsnak és Sövegjártónak fal problémái voltak viszonylag hamar, csak akkor ugye nem volt potott a rotációban. Tehát a fiatal magyaroknak erre is figyelni kell. Igen, és ez teljesen reális döntés, hogy pot kezdőként jön, hiszen most van bemelegedve, most érzi igazán. Ez sokkal jobb neki, mint hogyha a padról beszáll, mondjuk kicsit kihűlve. Taibbi ki tudja passzolni, Kovács érkezik, és egy dudaszós tripla. Ki tudott bújni Taibbi a csapdából. Aki a döntőre új frizurával érkezett. Igen, lehet meglepte ezzel a szombathelyeket is. Én még nem látom idén ilyen hajjal. De Cozy. Dekózi kettese. Majdnem labdaszerzés volt, de csak majdnem. Az Alba ismét nagyon agresszív védekezéssel kezdte a mérkőzést. Ugye lehet látni, hogy minden felső passz nagyon agresszívan támadnak. Somogyi Ádám első hibáját könyveljük el. Tavaly még a Falkó bajnok csapatának volt a tagja, a szurkolók nehezen bocsátják meg, hogy elment. Pott, ő meg eladja a labdát, de Kózi szedi össze. Somogyi. Megnézi az alapfonalat, Somogyi még, és föl is tudja tenni Pott mellett. Jól ismerte föl, hogy ott egyegyezni lehet most. Igen, és az is megfigyelhető, hogy 3-2 támadásnál Pottot támadták egyből, hogy egyszer alsó boszton, most pedig egy-egyből. És Somogyi az a játékos egyébként, akiben benne van az a potenciál, hogy meccset tud eldönteni. A döntő első három találkozóján kevésbé ment neki, a negyediken már igen. Közben Kowels. Ő eddig adós maradt az ilyen tripláival. Így van, Kowels is a másik oldalon, ha már Somogyit az egyiken említettem. Igen, Ávinál kicsit olyan görcsös volt igazából eddig a játéka a döntőben.
lehet, hogy pont azért, amit te is említettél, hogy még plusz teher rajta az is, hogy ő tavaly még így a Falkó színeiben játszott. Ford hagyta ki a középtávolit, aki a negyedik meccsen nagyjából 11-1-et sikerült összehoznia. Keller kipasszolja, Taibbi. Minden esetre sokkal jobban dobnak kintről a csapatok, mint még akkor is, ha ez kimaradt, mint az előző meccsen. Megint Poton egyegyezik, Somogyi újabb falt. Ugye az Albának az is jó, ha Potot egy-egyben verik, és az is jó, ha összeszedi a faltjait. Így van, nekik az a lényeg, hogy a rotációból még egy ember kiessen a Falkónál, és akkor még nehezebb helyzetbe kerül a Falkó. Dekózi, Kovácssal, ugye szépen ment el alapvonal felé, egy leütéssel megverte Kovács Benedeket. Azért ennek nem szokta körülni a vezetőedző. Ugye a harmadik mérkőzésen is ez volt, meg előtte is, hogy folyamatosan Kovácsot és Sövegjártót is Dekózi támadta, mind alsó posztó, mind egy-egyből. Kowals már áll bele az újabb triplába, ez most nincs benne, de Keller leszedi a lepattanót. Taibbi! És akkor Pott kezében most a karmesteri pálca. Dobni kell, Taibbi áll bele, dupla. Most lehet látni a mérkőzés, hogy mindkét csapat türelmesen játszik, igazából tapogatózóan nincs az a nagy rohanás, mint az első két meccsen. Újból ugyanaz a figura. Igen, és ugyanúgy Dekózi alsó poszton, szembefordul Kovácssal, és aztán elkezd befele menni. Az rövid lesz, leszedi a saját lepattanóját. Somogyi tisztán a sarokból, jó a tripla! Kovács szépen védekezett, csak ugye még egy támadó lepattanó, amiből újabb kosár. Egyébként ugye három ember között szedte vissza Dekózi a labdát, csak mondom, ez egy szép megoldás. A túloldalon Keller. A labda volt igazán szép. Közben Alejandro Zubiaga szól Vojvodának, hogy jöjjön, hogy ő lesz az Alba első cseréje. Pongo. Milos Konakov és Pott is folyamatosan kommunikálnak, hogy hogy van a pályán. Azt mutatta, jól van, jónak érzi magát. Pongo le, Vojvoda be, és akkor viszont jön a másik oldalon Sövegjártó Ável Kovács helyett. Vojvoda kapja. Ő is alapvonal felé. Odaüt neki Kowals, ezek szerint csak a labdát találta el, bár a labda mozgásából ítélve ez kéz is volt. Ezt viszont lefújják a másik oldalon. Az bizony kéz volt, nem labda. Mint ahogy ez is falt volt, de Vojvodával szemben is. Kowals, Perl, aki közben pályára lépett, és egy betörés, és egy kettes. Gyorsan becsekkolt a mérkőzésbe, rá jellemző kis betörések, de az látszik, hogy ott a nyakánál fölül meg van ragaszgatva szépen. Somogyi ezt kihagyja. Igen, voltak olyan információk, hogy beinjekciózva játszik Per Zoltán. Én annyit tudok, hogy be van tépelve, azért nem ugyanaz. Taibbi. Támadó. Most jól jött a segítés, de még most is szétnyílt egy kicsit, mert el tudott menni közte. Barács jön Taibbi helyett. Ez érzékeny lett a Falkó, mert Taibbi második hibája ez. A Falkó kezdőtöséből Taibbi, Pott és Kovács is most már a padon. Somogyi. Ugye Perl fogja egyébként Vojvodát, akinél ott a labda, Vojvoda, és Perl el tudja tőle venni.
nagy harc egy kettő között, és megint, ugye, amit kiemelt, vagy korábban is látszódott már, hogy Perzoli mekkora energiákat tesz a védekezésbe is. 14-11 átvette közben ugye a vezetést a Falkó. Személyi hiba. Két büntető jár már érte. Így van, megvan az ötödik csapatfaltja a Falkónak. Az Albának még csak kettő van. Nem? Ez volt akkor a negyedik? Nem, ötödik. Azért. Ötödik, mutatja is Ford. Ötödik. Dobni kell. Dekózi nem igazán büntetőzött jól az előző meccsen. Most viszont igen. Az is beesik. Okos, jól helyezett dobás volt. Erre most szüksége volt az Albának, erre a két büntetőre. Perzolit látványosan próbálják kikapcsolni a játékból. Kovács megdob futtával egy triplát. Igen, most egy kicsit ő lépett előrébb. Ő benne van ez, ugye ezt beszéltük, hogy ő igazán extra dobó, neki az a legnagyobb erőssége. Somogyi, Fillmore, ő is bedobja. Triplára tripla a válasz. Hát ebben jelentősen jobbultak a csapatok az elmúlt 48 órában. Igen. Perl, ki tudja osztani, sövegjártó, az nagyon rossz, de ott van Kowals, a nehezét megszerezte a labdát, aztán mégis kihagyja. Viszont utána visszaszerzi a labdát a Falkó. Egy kicsit olyan bátortalanul dobta el, sövegjárta azt a labdát. Igen. Barács. Ott a belépő, sövegjártó majd kellett. Szép játék. Három perc van hátra az első negyedből, három a Falkó előnye. Vojvoda, ez most kimarad, a lepattanó Baracsi. Perl gyorsít a bal oldalon, és jó a kosár. Jós Kávesz Rippel kicsit még adott a Falkónak, meg utána lehetett látni azt, hogy nagyon szép csapatjáték, és utána az Ozó legnagyobb erőssége, ugye a gyors indítás kosár. Most jobb ritmusban van a Falkó is. Érkezik is az időkérés Zubiagától. Igen, túl van most már a 20 ponton a Falkó. De legutóbb messze nem így kezdték a találkozót. De a döntő összességét nézve is ez egy kifejezetten jó kezdés most. 7 perc alatt dobtak 21 pontot. Igen, hát ebben benne van az is, hogy ilyen voltak 3 triplát közben, ha jól számoltam. Igen. Szóval azért az... sokat tudod négy helyzetben. Ez a golyó plusz egy azért is volt fájdalmas az Albának, mert még volt mezőnyfajtjuk, úgyhogy az oldalban arra küldjék a Malkot. Helyett egy golyó plusz egy szituációt hoztak össze. Szóval akkor ott tartottunk, hogy Perl dobhat még egyet.
teszi a plusz egyet per. Az eddigi legnagyobb különbség a két csapat között most ez a 6 pont. Zubiaga jól gondolta, hogy a végén még mondja azt, hogy zóna ellen milyen játékot hívjanak, mert a Falco zónával jött vissza. Most váltottak át emberre. Vojvoda kitartja az ütemet, lejár a támadó idő, visszaszerzi, dekózi a labdát, de nem érte a gyűrűt a labda. Jó védekezés volt a Falcótól. Egyelőre Vojvoda erőlködik. Igen, ez tényleg nem ér gyűrűt. Közben Perl. Barát csak dobócsel. Inkább megpróbál beljebb jönni. Ott már összezárt a gyenge oldal. Két másodperc maradt a Falcónak. Barács elkéri. Azt a mindenit, azt, hogy dobta be. Úgyhogy még egy kéz volt előtte. Ez nem az a mozdulat volt, ami klasszikusan így jobbtattak utánpótlásban. Somogyi közben újra betörésből. 7 pontos, ezzel ő a legeredményesebb Albás pillanatnyilag. És aztán ő védekezik Perlel szemben. Falta. Visszajön az Albánál Pongó, valamint jön Takács. Igen, Somogyiak a második hibája is, kell nekik egy 23-as játékos, ugye? Így van, és ugye Dekózi megy le Somogyival együtt. Keller fönt. Barács. Egyegyezni akar Vojvodával, meg is oldja. Barács most hozott extra gólokat a Falcó. Szépen építgeti az előnyét a Falcó, ez most már 8 pont. Majdnem 30-nál tartanak az első negyedben, és még van egy perc. Támadó. Óriási energiákkal kezdte a Falcó ezt a mérkőzést, és el is kapták a ritmus szépen. Igen, és ebben pontosan az, hogy viszont nem látni a játékukon az, hogy kapkodnál a hely higgadta, jó energiákkal vannak benne a meccsbe. És mindenki, aki a padról is jött, ők is jól szálltak be. Ford helyére Szabó érkezik az Arconic Albába. Perl. Percen belül vagyunk. Próbálják becsapdázni. Keller tovább. Sövegjártó. Szépen járatják. Nagyon szép játék volt. És 28-18. Hamar kialakul a 10 pontos Falcó előny, amire nincs válasz a Pongónak. Sőt, meg lehet a 30 pontja a Falcónak. Ami extra. De így is az. Így is azért ez a 10 pont, a mérkőzés képét jelenleg nézve, azért oké, ez bármikor megfordulhat, de egyelőre nagyon kontrollálja a meccset a Falcó. Perl végig tudja vinni, és megint egy dudaszós, 2-es, 30-18, 11-8-ra, csak hozzáteszem, 11-8-ra vezetett még az Alba. Igen, a Falcót a negyed közepétől elindult egy nagyon úton, ahogy ugye Perzol is bejött, még higgadtabban szépen ment a labda. Ugye volt, hogy sövegjártó passzol Kellernek, Keller sövegjártónak. Az egy 22-7-es menetelés. 22-7. Igen, gyakorlatilag az első negyed második felében. Így van, pedig ugye Zubiaga próbálta is megtörni a Falcó ritmusát időkéréssel, vele is cserélt.
de nagyon komplex a Falkó támadójáték eddig, és a védekezése is. Kimagasló a két pontosok, azt tessék nézni. A 11 szombathelyi kísérletből 10 bement. Ezzel szemben az Albánál a 11-ből csak 5. És a lepattanók között brutális különbség, 10-3. Igen, hát ugye ez, amit te is mondtál, hogy látszik az Albánál, hogy Vojvodának erőködnie kell, hogy tudjon kosarat dobni, addig a Falkonál üres helyzetekig játszanak, és emiatt is nincs lepattanó az Albánál, mert nincs kikényszerített dobás, ami kimaradjon. Így van, úgyhogy úgy kezdi a Falkó a meccset, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Az Alba erre nem nagyon tudott reagálni, az első 4-5 percük még rendben volt, de utána már nem. És óriási különbség, ugye nyilván a festékből szerzett pontok aránya 18-8, és ebből a 18-ból gyakorlatilag mindegyik szinte közvetlen közeli zicser volt. Így a kiátszott helyzetek, hogy egyedül talán Barásnak volt az extra, ott 2 másodperc a végén, ami azt lehet mondani, hogy nehéz dobás volt. Úgyhogy nincsen könnyű helyzetben az Alba, mert egyrészt van egy pokoli hangulat, ami nem mellettük van, másrészt vezet 12-vel a Falkó. Ugye kérése is volt a Falkó vezetőségének, hogy 6. emberként, ahol csak lehet, ott állva szurkoljanak a csapatnak, plusz energiát adva. Minden esetre láttunk már, ugye nem véletlenül kezdtük ezzel a közvetítést, láttuk azt, hogy 18 pont előnyről veszített az Alba itt Fehér Szombathelyen. Láttuk azt, hogy 22 pontos előnyről kapott ki a Falkó Fehérváron. Bármi lehet. Igen, egy perces kihagyás, és valaki tud ritmus kapni, gyors támadás, és egyből megfordul. Szabó duplája. Pott, aki újra a pályán. Keller lépéshiba. Ugye ütközött Fillmore-ral, aztan eltatyogta. Valóban úgy nézett ki kicsit, hogy későn is ütött el a labdát, vagy... A visszajátszásban nem volt annyi egyértelmű szerintem. Fillmore. Takács jön, aztán át is adja Vojvodának. Megy tovább a 2-2. Fillmore, Barács állítja meg. 10 másodperc. Vojvoda még dobhat 2-t. De megint iszonyatos nehézségek árán jut el egyáltalán odáig az Alba, hogy tudjon dobni. Igen, viszont már mennyit sikerült kiharcolni neki egy faltot. Így megszerezheti első pontjait. Tájbi lép pályára Keller helyett. És Vojvoda pedig az első pontjait szerezheti. A Falkónál 7, és egészen eddig a pillanatig az Albánál csak 5 játékos tett be a közösbe pontot, most Vojvoda a 6. És az Albánál jön a box plusz egy, ugye Per Zoltánra egy ember külön figyel. Szabói a lepattanó, Pongó. Itt Tájbira, ott várható volt, hogy azt nehezen fogja tudni megoldani. Pongó nem is tudta. Ilyen extra dobás lett volna, Tájbi jól védekezett. Aztán Pongó szabálytalan. A Falkó hasonló rotációval játszik ugyanazzal a szisztémával, mint korábban. Az Albánál megfigyelhető, hogy korábbi mérkőzéseken hamarabb érkezett Dion. Most viszont Szabó korábban szavazott bizalmat Zubiagát. Fillmore helyére Ford jön vissza. Ez a vendégcsere.
Söveggyártó. Elő van Vojvoda, Bongo, odaüt neki egyet Barács. Rutinos taktikai falt volt. Így van, cserél közben a Szombathelyi Egyesület, Söveggyártó helyre visszajön a másik fiatal magyar, Kovács. Csak halkan jelzem, hogy a tízen belülre került az Alba, Vojvoda. Ford, nem jó a dobása, és Per leszedi a lepattanót. Nagy ott harcolt érte. Fordról ment ki. Szerintem egy kicsit elhamarkodott volt ez a felhívált labda, egész eddig ilyen bizonytalanság nem uralta a Falkó játékát. Még sikerült megmenteni. Nyilván előbb vagy utóbb, de minden csapat játékában vannak hullámvölgyek. Ez természetes. Ez meg egy jó labdaszerzés Takácstól. Itt az újabb lehetőség az Albának, hogy közelebb jöjjön. Vojvoda. Elesett a dobás után, de nincsen falt. Egyelőre Vojvodának nem megy a játék. Igen, keresi azt, hogy hol tud esetleg támadni és ritmust találni ezen a mérkőzésen. Bot. Kipasszolja Kovácsnak, az sem jó. Vojvoda. Most egy kicsit beragadtak így a csapatok koncert, és ugye az Alba jól kezdte, a Falkó még... A Falkó még nem dobott pontot. Igen. Ebben a negyedben. Több mint 3 perc alatt. Fordra váltott oda Barács, ő szabálytalankodik, neki ez a második, és Söveggyártónak is 2 van, Tájbinak is 2 van. Visszajön a tripladobó Kawels a Falkóba, Perl helyett. Ez olyan szempontból is érdekes lehet, hogy a box plusz egy ellen nem találtam, most hogy Zozó kimegy, lehet, hogy visszaállnak emberre, vagy olyan zónára, ami ellen kényelmesebben tudnak játszani, meg hát azért kell neki is a pihenőidő. Kawels volt szabálytalan. Az eddig élvezhető meccs, most egy kicsit átment küzdelmesbe. 4-1 a faltarány, a következő szombathelyi falttól kezdve dobhat az Alba, pedig még van 6-40. Hamar összeszedte a 4 faltot a Falkó. Bongo vissza fog lépni, de rövid a dobása. Pot menti meg. Ez is egy kiszorított helyzetből eldobott labda volt. Barács. És falt Pongónál. Ugye azt az utánnyúlást, amit Vojvodával szemben nem fújtak le, azt itt most lefújták. Pedig ez inkább volt labda. Igen, hasonló volt. Inkább talán itt a kezénél, ugye, hogy hátra meghúzta, de kísértetésen hasonló szituáció volt, mint ott tényleg Vojvodánál. Vojvoda lemegy, Dekózi jön. Takács is faltol egyet, most gyorsan összeszed 2 személyt egymás után az Alba. A 4-1-es faltarányból mindjárt 4-3 lesz. Így folytatódik, akkor gyorsan, negyed második fel az IK egy büntető csata lesz. Barács, Tájbi, bemegy! Most pedig egy pillanatig úgy nézett ki, hogy a Falkó elbizonytalanodott, de Barács jól tárt meg a betörésből Tájbi. És hiába nem dobott pontot több mint 3 percig a Falkó, ugye megint 11, ott volt az Albánál a lehetőség, hogy akár 5 pontra visszajöjjenek, nem tudtak vele élni. Igen, a Falkónak támadásban nem volt ritmusa, de védekezésben viszont tényleg nem engedtek könnyű gólokat. Szabó helyére érkezik Fillmore. Ez egy jó betörés Bongótól. Kávősz második hibája. Ugye Bongó sem szerzett még
pontot eddig ezen a mérkőzésen. Pedig ő nagyon megbízhatóan játszott az első négy meccsen. Igen, végig kiegyensúlyozott teljesítménye volt. Lejutatják Barácsnak. Ütközés Fillmore-ra. Zavarba hozta a játékvezetőket Barács. Igen. Ezzel, hogy rutinosan még megpróbálta rádobni, de nem lehet becsapni őket. De a következőért már mindenféleképpen dobni fognak. Így van, most 5-4 a faltarány. Nincs dobó helyzete, tiszta Cowellsnek. Van még 8 másodperc a támadó időből. Azt eldobja nagyon messziről, nincs bent. Pongó szedi le. Jön de Kózi, bedobja falttal együtt. Ez az Alba igazi játéka. Lepattanó, labdaszerzés, gyors indítás. Tájbira fújták a faltot. Talán egy kicsit szigorú volt. Igen, azért próbált korrekt védő pozíciót tartani. És ugye neki is a második hibája. Milos Kalkov egyből időt is kér, hogy kicsit megnyugtassa a kezéket, mert ritmust vesztettek. Zozo, Stefan! If they stay in the zone, if they stay in the zone, play fist fight. Play fist fight. And Aki will come on the pick and roll. Ray and Bene, open the first line. Okay? With pick or no pick, with transferring, I want Barac in the step into goal. Like we watch, come in. Hey, you be patient, because after, when ball starts to travel, Aki will roll. Okay, he will turn and he will run. Or if you are in a good position, he will make the triangle and he will stop. Patient, you have on opposite side or same side Ray. Help or not help, and they are in bonus. I'm Good defense. Hey, let's go. Nagyjából 5 perc van hátra az első fél időből. Egy brutális Falkó kezdés, 30-18, viszont azóta csak egy Tájbi tripla, ami bement. 5 perc alatt. Igen, most itt a második nehez, azt nem járt, nem kezdték jó ritmusban. Viszont ennek ellenére az időkérésnél Konakon kiemelte, ugye, hogy többször is, hogy a türelem az nagyon fontos lesz neki továbbra is. És nem megy be a plusz egy. Marad a 7 pont. Cowells. Kovács már dobja is, mert bedobja. Lejátszották azt a figurát, amit Konakov kért, és meg is volt az üres tripla belőle. Fillmore. Somogyi, ő is bedobja. Még lehetett volna egy ritmussal előbb is ez a passz. 10 pontnál tart Somogyi Ádám, jelen pillanatban ő a mezőny legeredményesebbje. Abszolút húzó embere most a csapatának, támadásban, védekezésben is. Barács. Jön a gyenge oldal, csak közben ott a passz. Szép izoláció volt a csapda ellen. Most megrázta magát a Falkó. A majdnem 5 perces gólcsend után. Fillmore teszi föl. Most elkésett a gyenge oldal, ami eddig nem volt jellemző a Falkó védekezésére. Egyelőre a 7 pontnál nem tud közelebb jönni az Alba, mert hogy Kovács elkapta a fonalat.
Még jó, hogy szóba hoztuk a meccs előtt, hogy a negyedik találkozó milyen gyengén dobtak kintről. Hát ma nem. Ezt így hallgatták közben, vagy szóltak nekik, hogy mi nem vagyunk túl megelégedve velük. De Cozy. Falt. Nem szokásos figura. Ugye ezt De Cozyra sokat keresik ezt a helyzetet. Ezúttal bemegy De Cozynak, az előbb ő volt, aki a gólyófaltnál kihagyta a plusz egyet. 9 pontnál tart. Ugye ő és Somogyi, aki pontszerzés szempontjából dicsérhető, viszont a többiek meg nem. És azért ő is kihagyogatja ezeket a büntetőket. Igen, és ez nagy bosszúság egy ilyen felzárkózás kezdeteknél mindig ugye a gólyó plusz egyet kihagyni. És bedobja Per, de hogyan? Azt a mindenit. Hát ez... Megszorobás volt. És jön az MVP. Ugye vele kapcsolatban érdekesség, hogy egyébként őt számolták az idei szezon legértékesebb játékosának. Elképesztő. És főleg úgy, hogy az idei szezonban teljesen más szerepben is játszott. Igen. Mert ugye sokkal többet kellett irányítania is, de jól megbirkózott láthatóan ezzel a feladattal. Így van. De Per Zoltán a legjobb, 28-as val átlaggal, Mitchell Smith az etéből a második, és Jazlyn Joseph a Sopronból a harmadik. Pernek a rájátszásbeli átlagai pontban 18, lepattanó 4, gólpassz 5. Ez nagyon hasznos, és ugye láthattuk itt a döntőben is, hogy védekezésben is nagyon hasznos a csapata. Közben Kovács megszerzi a harmadik szabálytalanságát. Amire jön azonnal Sövegjártó, akinek egyébként szintén már van 2 faltja. Ugye még az lehet érdekes, hogy Kávesznek is van 2, hogy a végjáték, a félidő végjátékában így bennmarad, vagy megkockáztatják még, hogy potot visszahozzák, hogy esetleg ő kapjon faltot. Ugye a Falkonál Tájbi az, akinek 3 faltja van még Kovácson kívül. Mind a 2 büntetője jó Somogyinak, aki ma nagyon koncentráltan játszik. Igen, ez a hangorkás zökkentette ki a büntetődobásnál. Perl. Rávetődik Somogyi a labdára, de még hogy? Ford hozza el. Ford mégis mire gondol? Itt most minden volt. Megint megvan a 10 pontos különbség a 2 csapat között. Ez egyszer tudott ugye ott visszajönni az alapba kicsi 6 pontra, ha jól emlékszem, és azóta folyamatosan, vagyis hát állandósul ez a 10 pont. Somogyi. Lelépnek róla, az rövid. És a labda az albáé. Kiesett volna Barács, de azért ezt fiatal korban megtanítják, hogy a palák alá vissza nem dobuk labdát, mondjuk ilyenkor érdekes, hogy a többiek miért nem mennek oda segíteni neki. Újabb esélyt kap az Alba, De Cozy. Sövegjártóra viszi rá, kipasszolja Somogyi, ez sincs benne, éppen csak elmegy ez a labda is, aztán meg egy falt. Most 2 ugye rövid dobása volt Somogyi Ádámnak, ez pedig megint egy olyan falti támadó térféle, hogy jó persze, hogy lehet labdát akar szerezni, de könnyű 2 büntető a Falkó csapatának.
Zubiaga visszaküldi Dekózi helyére Vojvodát. Barács most kihagyja az első büntetőt. Ugye a szombathelyeknél Kavesznek van 11 pontja, Perlnek 10. Ők ketten a legeredményesebbek. Igen, csak mindig van valaki, aki tud egy olyan extrát dobni, mint például volt Tájvinak, vagy Barácsnak egy-két plusz megoldása. Ebben előrébb járnak most, mint az Alba. De gyakorlatilag nagyjából 2 perc van az első félidőből hátra is. De 11 pont a különbség, tehát az elmondható, hogy nem sokat tudott közelebb jönni az Alba az első negyed vége óta, mert ott 12 volt. Igen, ez így állandósult, és most meg lehet azt látni, amiről ugye korábban esett szó, hogy sok a falt viszonylag korán, és itt a negyed vége az egy ilyen nagyon töredezett játék lett, büntető itt, büntető ott, viszont a folyamatos kosárlabda, ez egy kicsit megszűnt. A Vojvoda 3 pontnál tart, eddig csak büntetőből szerzett kosarat. Kettő perc maradt az első félidőből. Barács ott maradt mismatchben Somogyival. Sövegjártó, szép befejezés. Barács jól játsza. Igen, nagyon jól olvassa ezeket a szituációt. És érdekes, hogy az Alba változtatott a védekezésén, azért tud most így lemenni Barácshoz a labda, mert ugye Ford fogja Pert mezőnyben, mert képes rá. És ugye Barács így lemarad mindig egy mezőnyjátékossal. Eladja a labdát az Alba. Úgyhogy az eddigi legnagyobb különbség alakulhat ki, ha dob egy mezőnykosarat a Falkó. Barács. Somogyi, mekkora szerelés. Most jól érkezett a gyenge oldal, ami mostanában késett. Pongó. Rövid. Marad a 11 pontos Falkó előny. Továbbra is Ford Ferlen. Megint ott a belépő ember, és ez nem megy be, úgyhogy 2 büntető. Szóval a Falkónak minden betörése, minden alsó posztjátéka az úgy megy, hogy tényleg úgy össze kell húzni a védelmet, és jól találják meg az üres embereket. Igen, a másik oldalon nem nagyon látok ilyet az Albánál. Ott inkább ilyen nagyon lassan akadozik a támadás, és néha van egy-két extra, vagy mondjuk egy labdaszerzés, de nem kapják el igazán a ritmust. Közben Szabó visszajött Ford helyett az Albába. Most jó az első büntetője Barácsnak. És a második is. Úgyhogy 49-36-tal 13 most már a Falkó előnye. A jó kezdés megalapozta a Falkónak a jó első fél időt. Somogyi sövegjártón teljesen lehetetlen helyzetből akarta eldobni. Somogyi inkább faltot akart kicsikarni, de nem jött össze. Kovács. Ő bedobja. Hát, ilyen 50 pontnál többet dob a Szombathely a bajnoki döntő 5. meccsén hazai pályán. Lesz itt megbeszélni az öltöző, mert az Albánál egy kicsit most ilyen egyénieskedő a játék. A Falkónál sokkal kollektívabb a támadás. És Pongol sem tudja végigvinni. Márpedig azért 80 és 90 pont között meccset lehet nyerni. És ebből már 51-et összeszedett a Falkó, és csak 36-nál tart. Így van, és amilyen szoros a védekezés a Falkónak, ebben nincs be, hogy valaki 80-90-et dobjon neki a mai nap. Így.
valóban kilépett per. Kilépett per. Érdekel. Na most kicserélnek le, mert a Cavaliersnek is Pert. Kettő van. Hét másodperc még, úgy néz ki, Vojvodára bízzák. Nincs bent a tripla. Akkor viszont ez azt jelenti, hogy 15 pontos előnye van a Falkónak. Az első negyed után megnyerte a másodikat is, ez azért szorosabb volt, de az Alba egyszer sem tudott eddig 20 pont fölé jutni egy negyedben. Ez a 15 pontos előny, ez kényelmes, de még semmi nincsen lefutva. Tomai Judit vagyok, hírek egy percben. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradásának és az egyház születésének ünnepe. A húsvét utáni 50. napon a Szentlélek kiárat Jézus tanítványaira, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Ferenc pápa személyesen vezette a pünkösdi misét, amelyet a főoltárnál celebrált a Szent Péter bazilikában. Pünkösdi homiliájában a Szentlélek erejéről beszélt, amely a rendetlenségből a rend felé, a megosztottságból az összetartás felé vezet. Békességre vágyunk a közösségeinkben, a családban, az iskolákban, Székelyföldön, Magyarországon és Európában, jelentette ki a köztársasági elnök. Novák Katalin kiemelte, a szabadság szeretet nélkül csak önmegvalósítás. Magyar animációs film nyerte a legjobb rövidfilmnek járó aranypálmát a Cannes Filmfesztiválon. Buda Flóra Anna francia-magyar koprodukcióban készült 27 című alkotása 11 másik rövidfilmmel versenyzett. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Ilyen még nem volt. Női bajnoki döntőt rendeznek a Grupama Arénában. Ferencváros, Győr, vagyis a veretlen címvédő a kupagyőztes ellen. Hétfőn este 6-kor, élőben az M4 Sporton. Thank you for Hungary, guys! A Ferencváros Európa Liga menetelésének története something I will remember for the rest of my life. 2022 nyarától 2023 tavaszáig. Álomból valóság. Szerdán este 6:30-kor élőben az M4 Sporton. Tavaly az elődöntőben, idén viszont már a legjobb 8 között összecsap egymással az olasz és a magyar bajnok. Prorekko, Ferencváros, férfi vízilabda BL, negyeddöntő. Szerdán este 8-kor, élőben, a Dunavöldön. Május végén Budapestre figyel a futballvilág. Főszerepben a Puskás Aréna, a második számú európai kupasorozat fináléja, José Mourinho Rómája és a rekordbajnok Sevilla. A Sevilla története során 5-ször is bejut az Európa Liga döntőjébe, és a budapesti fináléban a Róma ellen küzdhet meg a trófeáért május utolsó napján. A legnagyobbak is innen indultak. Most azoké lesz a főszerep, akik az elkövetkező időszakban meghatározhatják a világ labdarúgását. A FIFA U20-as világbajnokság mérkőzései június 11-én élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu.
A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A családom imád utazni. Én pedig azt imádom, amikor mind hazatérnek. A Toffifében megvan minden, amit mindannyian szeretünk. Mogyoró karamellben, nugátkrémmel és csokoládéval. Ajánlataink a spórolás mestereinek. Most a 4x250 ml-es Hell energiaital 899 forint. Törzsvásárlóknak kuponnal a Persil mosószer 3199 forint. Keresd ajánlatainkat online is. Coop, a jó szomszéd. Lebotoltam egy földbolygóba. A semmiből ott termett egy kanyar. Gondoltam, hogy meglepem egy vacsorával. És már mentem is tovább. De azért körbetekertük a tavat. Végül elvitt vacsorázni. A betadinoldat elpusztítja a legtöbb seb körüli kórokozót. Betadin, nincs megállás. Keresse az akciós betadinoldatot a Benu gyógyszertárakban és online. All my little plans and schemes. No need to be alone. Don't have to be. Kóstold meg a valaha volt leggyengédebb Milkát. Milka, a gyengédség még finomabb. Ilyen még nem volt. Egy nappal a döntő előtt soha nem látott 4 órás műsorfolyammal vezetjük fel az Európa Liga fináléját. Sajtótájékoztatók, edzések, kulisszatitkok, érdekességek, minden, amit tudni kell. Kedden délután, 3:45-től élőben az M4 Sporton. Forma 1, spanyol nagydíj. A teljes verseny hétvége élőben az M4 Sporton. Tart a nagy szünet, tehát jelen pillanatban 51-36-ra vezet a Falco az Alba ellenében, és nagyon sok mindenről árulkodnak a statisztikák. És most lehetne külön-külön elemezni, hogy mennyivel több kettest és hármas dob be a Falco, hogy milyen brutális különbség van a lepattanókban, erre azért külön fölhívnám a figyelmet. De összességében azt tudom mondani, és aztán majd Kornél nyilván mondhatsz te is egy pár dolgot, de hogy amivel ugye kezdtem a közvetítést, hogy a Falcónak mekkora rutinja van döntőt játszani, 5 meccses döntőt játszani, hogy úgy jöttek ki erre, hogy fókuszáltak voltak, koncentráltak voltak, jó ritmusban játszottak, és egész egyszerűen az 51 pont az extra egy döntőben. Igen, és tényleg, amit te is kiemeltél, hogy ezt nem kapkodtak, hanem szépen tudatosan építették magukat, végig határozottan, ott voltak, keményen védekeztek, jó ritmusban, csapatként támadtak, ami szerintem az egyik legnagyobb különbség a két csapat között, így a statisztikai mutatók mellett. De mindenféleképpen így ott is lehet látni, hogy a Falcon most 50%-kal triplázik, és ugye eddig mind a két csapat hadilábon állt azzal, a dobó százaléka pedig a Falcónak ezen a mai meccsen azért extrának mondható, de tényleg szépen kijátszott helyzetek vannak, látszik, hogy van önbizalmuk, és tényleg hát igazi bajnokként kezelik ezt a helyzetet. Igen, és én pont azt néztem, hogy ha meghatározó húzó játékosokat nézünk, akkor az Alba sok minden más mellett azzal sem tud mit kezdeni, hogy a Pongo, Vojvoda, Ford 3-as, ami azért nem mondhatnám, hogy rossz, az összesen 13 rádobásból egyet értékesített. Tehát ezzel nem, hogy meccset nyerni nem lehet, meccsben maradni sem, mint ahogy a mellékelt ábra mutatja. Igen, hát azért a meghatározó játékosok ilyen rossz százalékkal lomnak, de ez is ugye a Falco dicséri egyrésztről, mert a védekezésük viszont jó. Itt a vége fele látszódott már tényleg az, hogy mindenki játékba akar jönni, és próbálkozik, hogy na most akkor éljövök, na a következő. Viszont ez meg nem tesz jót a csapatjátéknak, és kicsit szét is estek a félidő végére. Igen, meg még egy fontos dolog, a padról jövő pontok aránya 21 a 6-tal szemben, természetesen a Falco javára. Úgyhogy itt tartunk most, még egy rövid reklám, és jövünk vissza a második félidővel.
sikerül-e a vendégeknek egyről a kettőre jutniuk? Vagy egy-egyes állásról folytatódik az aranycsata? Berettyóújfalu, haladás, férfi futszál döntő, a második mérkőzés. Hétfőn este 8-kor, élőben az MB Sporton. Szurkoljunk a magyar női és a férfi válogatottnak a BB-t. A 3x3-as kosárlabda világbajnokság mérkőzései jövő héten 2-től vasárnapig élőben az m4sport.hu-n és az M4 Sporton. A meccs Budapesten, amire az egész világ figyel. Az edzővel, aki a trófeákra szakosodott. És a csapattal, amelynél jobban egyik sem tudja, hogyan lehet megnyerni ezt a serleget. Sevilla, AS Róma, UEFA Európa Liga döntő Budapestről. Szerdán este 19:30-tól élőben az M4 Sporton. Van, ami nem változik. Idén is a Veszprém és a Szeged között dől el a bajnoki cím sorsa. Ami viszont új, hogy idén már 2 győzelem kell a végső sikerhez. Jön Juan Carlos Pastor utolsó nagy kihívása a tiszapartiak kispadján, míg a veszprémiek revansot vennének a tavaly elveszített fináléért. Szeged Veszprém a KNH férfi kézilabda liga döntőjének első mérkőzése pénteken este 6-tól élőben az M4 Sporton. Manchester City teljesen megérdemelten kiveri a Real Madridot, és története során másodszor ott van a BL döntőjében. Az Internazionale 2-es győzelmet aratott az AC Milan ellen, és készülhet a július 10-i döntőre. A legnagyobbak is innen indultak. Most azoké lesz a főszerep, akik az elkövetkező időszakban meghatározhatják a világ labdarúgását. A FIFA U20-as világbajnokság mérkőzései június 11-én élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu. Egy 36 tehát, innen folytatjuk, a főszereplők már visszaérkeztek. Nem tudom, van-e még valami, Kornél, amit a statisztikából kiolvasva meg szeretnél velünk osztani? Hát szerintem ugye itt még az, hogy tényleg a festékből 26 pontot dolt a Falko elem a 12-vel, és most izgatottan várom, hogy visszatérünk az első 2 meccs forgatókönyvéhez, hogy valaki tud egy hatalmasat változtatni a játékán pozitív vagy negatív irányba, vagy tovább megy így a Falko. Igen, és ugye az ebben a döbbenetes, hogy 51 pontot dobott a Falko, ami nagyon sok. A statisztika szerint 2, azaz 2 pontot szereztek mindössze gyors indításból. De ugye ezt mondtad, hogy hát extrán dobnak, tehát 70%-kal dobma a Falko. Így van, de hát ugye azt a legtöbben döntöttek, kiásott helyzetek vannak. Talán Berzolinak volt egyedül, amikor ment, és Gólyó plusz 1 volt még neki az első negyedben, ha jól emlékszem. Ezen kívül tényleg nem volt gyors indítás, viszont szervezett, de játszanak, jól megy a labda náluk. Tehát úgy 51-et dobni, hogy gyors indításból csak egy kosarat, azért az extra. Hát ez is az extra, az a 70%, szóval igen. Az... bármelyik edző aláírja szerintem egy döntő 5. mérkőzésén. Igen, és az első negyedet, ha a lepattanó arányt nézem, 10-3-ra nyerte a Falko, a második a 11-6-ra. Tehát az elsőnél 3-szor annyi, a másodiknál 2-szer annyi lepattanót szedett. Tehát ha az Alba ezen nem tud változtatni, akkor nincs visszaút. Tehát ha a dobó százalékon és a lepattanó arányon nem tudnak változtatni a vendégek, akkor nincs miről nagyon beszélni. Így van, akkor nem tudják ezt a Falkot megszorongatni a mai meccsen. Elképesztő a hangulat. Egyébként Egyesült Államokban ilyen egyetemi futballmeccseken, a West Virginia-nél ott szokták ezt nyomatni, és imádja a közönség. Itt is jól reagálok rá, szóval lázba hozzák őket.
Take Me Home. Ez egy nagyon nagy szám egyébként. No, hát akkor nézzük a második félidőt. Ugye említettem Pongó Vojvoda Ford 3-asát, 13-ból egy rádobás ment be hármójuktól. Ez megint egy olyan, hogyha ezen nincs változtatás, akkor nem lesz felzárkózás valószínűleg. Így van, ezen a Falco ellen csak egyéni fellángolásokkal nem azt lehet. Nem. Ha a csapat szinten tudnak előrelépni, akkor lesz esélyük. Lehet, bocsánat. Ford. Pongó. Megpróbálják alsó posztra letenni, de már csak 3 másodperce van Fillmore-nak. Kilépős, egylábas. Ez Jordannek ment, most Fillmore-nak nem. Igen, és Cavens kellően határozott volt vele szembe. Albától érkezik a zóna. Az Albának volt egyszer mínusz 22-ről egy hazai pályán egy fordítása, amikor 18-0-val kezdték a második félidőt. Csak akkor van esély, ha valami hasonlót produkálnak, de egyelőre én azt látom a Falcon, hogy nagyon összeszedettek. Igen, és a negyedik meccsen is ugye a zónára jól reagált a Falco. Ez pedig érthetetlenül könnyű gól szerintem. Egy 3 másodperc a hátra, egy belépő ember megkapja ilyen könnyen a labdát közel a gyűrűhöz. Igen, és itt lassan most már egy 20 pontos különbség lesz, amire azt mondom, hogy a jelen állapotában az Alba így nem fog tudni meccsben maradni. Pongó. Azt még fölcsempészi Keller mellett, az azért bravúr volt. Megdolgozott ezért a kosárért. Igen. Igen, csak ugye az Albának minden kosárért iszonyatosan meg kell küzdenie. A Falkonál meg vannak könnyű kosarak, gyors indítás nélkül is. Cowles. Pot beleáll a triplába. Ez rövid, nem volt benne láb egyébként. És visszaér védekezni. Ez nagy mentés volt tőle, pedig már pont akartam mondani, hogy ez lehet az Albának még, ami nagy plusz tud adni, hogy kimaradt hosszú lepattanók és tudnak rohanni. Fillmore. Vojvoda. Be középre, Vojvoda még. Bedobja, nagyon szépen csinálta. Hát első mezőnykösarát megszerezte ő is, azért ez is ritka, hogy a másik közöre kezdi meg. Bizony. 4 pontja volt, az mind büntetőből. Perl. Egy lábról. Hihetetlen. És az a durva, hogy Zolinak a mozgás olyan lassúnak tűnik, és nem tudod utolérni. Igen, nem nagyon jól vált ritmust, és igen, utána nagyon jól készíti fel. Ez... De nagyon nehéz az ilyet védeni, mert nem tudod honnan fogja igen befejezni, és nagyon érzi ezeket a szituációkat. Igen, mindig olyan, mintha egy 10 másodperccel többet tudna a levegőben maradni, mint az ellenfél. A Vojvoda hátulról odapiszkált neki. Nem jó a dobás. Ford, majdnem kihagyta a zsákolást. Ugye viszont most nekik is érkeznek szépen belső területről is kosarak. Hát ugye 12 pontot dobott az Alba az első félidőben festékből, az nem sok. Úgyhogy ugye kintről is csak összesen 3 tripla jött nekik. Pot. Bell. Pot tisztán, ez talán jobb, mint az előző, igen. Szépen türelmesen játszik a Falco, nem gyorsítja fel a támadását, és ezáltal sem tud az Alba ritmust kapni. Pot első kosara volt a meccsen, mindjárt egy tripla. Fillmore, azt ott majdnem megszerezte Pot, de Cozy nincs bent a lepattanó Kelleré. Ezért sokat számít Pot. Igen. Ebben a Falcóban azért lehet látni, hogy ott a szervezésben, védekezésben is amennyit tud segít. És talpon nagyjából 2500 ember. Pot megint. Ezt most nem dobja be, de van lepattanója. Tybee-nak. És
ez azt jelenti, hogy 60-42, 18 pontos Falco előny. És már eltelt 4 perc a második félidőből is. Részesen fogy az idő az Alba szemszögében, a Falco pedig egyre jobban jön bele a játékba, és tudja ráerőltetni a saját stílusát az Albára. Tudta megtörni az Alba a Falco ritmusát a második félidő elején sem, ezt már kimondhatjuk, hiszen a 15 pontos hátrányról már 18-ra nőtt a különbség. Ez úgy, hogy úgy telt el 4 perc, hogy egyik csapatnak sincs mezőnyfaltja, és főleg ugye az Albánál érdekes, hogy nem tudtak szigorítani a védekezésükön. Pongo. Belépett Ford, az egyébként mint hogyha falt lett volna egyébként Kovácsnál, ugye? Ezt most nem fújták le. Igen, a Falco maradt, ez sokat, nagyon sokat váltanak védekezésbe, ezzel is még statikusabbá válik az Alba játéka. Per kihagyta az Itzert, de visszaszerzik a labdát. Konakov közben hajtja őket. Perre nem jellemző módon maradt ki ez az Itzert. Igen, a nehezét megint megcsinálta. Perl tisztán, rövid, Keller faltól. És nagyon rutinosan egyből jönnek a taktikai falt, ugye volt ez az első fél idő válása, és hogy ne tudjon rohanni az Alba, nehogy elkapja a ritmust. És úgy, hogy ne legyen sportszerűtlen. Így van, ezek azok az apró dolgok, amik egy ilyen mérkőzésen nagyon sokat számítanak a csapatnak. Jó, hát ha Keller, Ákos és a döntők, akkor azért... Neki ebben van kellő rutinja. Közben egy golyó falt, és ha már ugye Keller Ákos, ugye az elmúlt 10 szezonban, ugye végig a hazai bajnokságban szerepelt, eddig egyetlen egyszer kellett beérnie bronzéremmel az Albában 2018-ban. Az összes többi alkalommal nem úgy döntőbe jutott, hanem konkrétan aranyérmes lett Keller. Tehát 13 óta egy kivétellel minden döntőt megnyert. Hát van rutin, és tudja, hogy kell megnyerni egy döntőt, az biztos. Ugye erre mondták sokan szakvezetők, szakosztályvezetők, edzők, hogy ha bajnok akarsz lenni, az első lépés, hogy leigazolod kell Rákos. Ugye a futballban van az az axióma, első lépés, védj egy jó kapust. Hát így itt van. Védj egy jó kell Rákost, és akkor nagyjából bajnok leszel. Per lépve. Ismételten alsó volt izoláció, elcsúszott a védekezés, egyből megbüntette a Falco. Somogyi, aki 15 pontjával a legeredményesebb albás, de rajta kívül senki nem érte el még a 10-et. Intett is a többieknek, hogy gyerünk már. Könnyen lehet, hogy Somogyi Ádám hiába játssza a legjobb meccsét ebben a döntő sorozatban. Nem lesz mégsem bajnok. Három faltja van Somogyinak. Keller, Barács, csere a Falcóban. És Kovács megint. Újabb oldalvonal, alapvonal bedobás, ami ezzel itt is volt. Első szituációból könnyű dobás. Ide rossz labda volt, éppen csak eléri Ford. Utána saját lábára üti. Fillmore.
az bedobja a sarokból egy nagyon nehéz triplát. Igen, neki megvan az a képesség, hogy be tudja dobni, még hogyha az elmúlt mérkőzéseket nem is ezzel hívta fel magára a figyelmet leginkább. Ott, igen. Közel 20-ról visszaküzdötte magát a labda 13-ra, és egy szerzett labda. És Potnál sportszerűtlent ítél földházi játékvezető. De meg fogják nézni. Innen, lehet, hogy megváltoztatják. Innen, amit lehetett látni, hogy szemből ütköztek. Most nem tudom, hogy hátulról mit láttak, hogy megfogta, vagy volt olyan ítélet. Őszintén szóval én elsőre ezt nem láttam sportszerűtlennek. Innen nem tűnt úgy semmiképp. Kérnék szépen kérdés közönségünknek a sportszerű biztatásra. Köszönjük szépen! Szerintem nem, de megnézzük. Így van. Sima falt, nem is volt sportszerű. Ez nagy segítség tud lenni a játékvezetőknek, hogyha ítéletet hoznak, ugye meg tudják videózni ilyen esetben. És most tényleg segített neki. Valamit bedobtak a pályára, azt kell kitenni. Oldalra jöhet az Alba. 3,5 perc van a harmadik negyedből. Ford. Vojvodához éppen csak eljut a labda. Nem jó. Poté a lepattanó. Igen, beszéltünk az ő dobó százalékáról, de ilyen labdák jutnak neki. Szóval ez egy jó ritmusú támadás volt. Egy rossz passz, és megtört már. Már nem úgy jött az a dobás. Igen. Közben Kowals is odaüt. Neki ez a harmadik akkor. Ezt most az Alba kispadja reklamálja, hogy miért nem sportszerűtlen. De nem az. Per lemegy, és most Kovács Benedek váltja őt. Perl is kap egy kis pihenőt, 14 pontjával. Ugye a 15 pontos Kowals mögött a Falco második legeredményesebb játékosa. Úgyhogy most azért egy pár dolgot kihagyott. Igen, lehet, hogy pont ezért kapott pihenőt. Ami rá nem jellemző. Kicsit a fáradtság is. A Vojvoda az bedobja. Kapaszkodik vissza az Alba 11 pontra, 18-ról. 60-42-ről jött egy kicsit most közelebb az Alba. Igen, igen, küzdenek derekasan. De továbbra sincs meg az, hogy könnyű gólokkal még jobban belejöjjenek a mérkőzésbe. Hiába jött az Albától is, Fehérvárról kb. 150 szurkoló, hát az ő hangjukat nem lehet hallani. Pot. Kowals már dobja is. Ez most nincs bent, Vojvodája lepattanó. És most tud futni lehet az Alba. Fillmore kapja vissza, nincs bent. És Pott van elől, a rossz térdével inkább megáll. Még sikerült megszelidíteni. Most nagy lehetőséget hagyott ám ki az Alba. Hogyha bement volna ez a hármas. Pott nagyot küzd közben a labdáért. Ja, ha bemegy a hármas, benézhettek volna 10 pont alá. Igen. Nem volt falt. Somogyi. Az már kétszer indulás. Na, most mind a két oldalon kicsit elveszett a fontról ilyen az utóbbi egy percben. Nem fogott rá két kézzel Somogyi.
Ez nem úgy tűnt, mint a kétszer indulás lett volna, de igazából mindegy is, mert már lefújták. Kovács nincs bent, Somogyi megy a lepattanóért, elő van Vojvoda. Próbál egyegyezni Poton. Aztán Fillmore. Falt. Harmadik hibája Potnak. És így is két büntető lesz az Albának. Ha mind a kettő bemegy, akkor is benéz 10 pont alá. Az Alba utoljára ott 44-34 környékén volt, előtte nem sokkal, hogy egészen pontosan 38-31-nél, hogy 7 pont volt, utána egy triplával lett 10. Igen, szépen lassan azért jönnek közelebb. Kilenc pont. És ugye ebből a negyedből még egy perc van hátra, és még van egy komplett teljes negyed. Barács. Tybee. Ez most nincs bent. Kowalsz leszedi, az igen. Kowalsz ma extra. Igen, most nagyon jó játszik. Ugye megint a második szándékú pontok. A Falcon megint nem volt fikusa, megint kimarad a tripla. És akkor jön egy ilyen, ami át tudja lendíteni a csapatot a holdponton. Vojvoda per visszaér védekezésben. Ugye az Alba nem tudja átlépni a saját árnyékát. Az a tizen belülre most nem tud kerülni. És per meg bedobja falttal együtt. Igen, elcsúsztak védekezésbe, eddig erős kisegítés volt, most ez laposabb lett, és Nóri egyből rágyorsított nagyon jól. Cserél Konakov, Krivácsevic jön most először a meccsen, Tybee helyett a pályára. Nem kockáztatják, hogy Tybee beüsse a negyedik faltot. A Vojvoda helyére pedig Pongol jött az Albába. Csak az Alba megint úgy kap egy gólyó plusz egy kosarat, hogy még két mezőny faltja van. Ugye, amit használhatott volna az első késésnél. És Per pedig bedobja. Ezzel 17 pontos, ugyanúgy, mint Kowalsz. Kowalsz le, Sövegjártó be. Elvileg végig támadhatja negyedből hátra lévő időt az Alba. Somogyi. Van még 7 másodperc. Fillmore. És nem fog bemenni. Krivácsevic. 69-55. Igazából nem került közelebb az Alba. Nem. Volt rájuk esély, volt rá esély ismételten, de tényleg, ahogy te is mondta, nem sikerült átlépni a saját árnyékukat. Igen, 18-ról egyszer visszajöttek 9-re 64-55-nél, de utána megint volt egy 5-0-ás rohanása a Falkónak, megint 14 pont. És ez nagyon sok energiát fölemészt egy mérkőzésen belül. 31 lepattanó a 17-tel szemben. 16 gólpassz a 9-el szemben. Igen, a festéket nagyon kontrollálja a Falkó. Ugye mind az onnan szerzett kosarak, mind a lepattanók száma, ez is azt mutatja. És lehet, hogy ez is ad egy stabilitást a játékuknak. Higgyék el nekünk, hogy a dobos pontok mellett a lepattanó arány az legalább ennyire fontos, hogy kinek hány labdája van, amivel meg tud indulni. Ez nagyon nagy különbség. Így van, hát az Albának meccsenként 20 pontja szokott lenni gyors indításból. Ezen a mai mérkőzésen, ha jól lenni, 4 pontja. El
elképesztő különbség van a cserejátékosoknál. 28 pont jött a Falkó cseréitől, 10 az Albánál, 38-22 a Pesték. Úgyhogy kényelmes előnye van erre, azt kell, hogy mondjam a 14 pontról, kényelmes előnye van a Falkónak, amelyik eddig ez alatt a 30 perc alatt talán a legkevesebbszer veszített el a fókuszt az egész döntő összes meccsét figyelembe véve. Igen, hát ugye egyszer volt nekik ott Fehérváron, mikor tényleg mínusz 22-ről, de a többiben végig tudták a saját játékunkat játszani. Igen, és ma a legkevesebb megingással. Nagyon. Az eddigi 30 percből szerintem 25-öt végig kontrolláltak nagyon szépen. Így van, most a harmadik negyed elején, vagy a közepe fele volt egy kis. Meg talán a legelején, megingás. Amikor az Alba még 18-ra vezetett. Igen, Pongó futtával. Ugye most már lassan eljön az az idő, bármilyen furcsa, hogy az utolsó negyed elején vagyunk, de itt most már az Albának nincs ideje kényelmesen játszogatni. Így van, pedig a Falkó ezt fogja csinálni, ahogy csinálta egész mérkőzésen, hosszú tudatos támadások. És két eladott labda 30 másodpercen belül. Igen, de addig, ameddig ebből nem tud kosarat szerezni az Alba, olyan nagy baj nincs. De Cozy. Fillmore. Bedobja. Nem könnyen, de bedobja. Ez most jobban oldotta meg, mint a harmadik negyed kezdetén azzal a fédőjével. Csak gyorsan rápillantok, hogy az Albásokra Pongó 7-1, Ford 5-2, Vojvoda 7-2. De az a három játékos, akit kiemeltünk a szünetben. Igen, de hát nem is lehet azt mondani, hogy lett volna nekik, hogy szépen körbent a labda, üres dobás valakinek, tényleg minden kosárért vért kell izzadni. Perl. Kovácstól vissza Barács, megindul, fölteszi, nincs bent, de Vojvoda kezéből kicsúszik a labda, újabb támadó lepattanó. És a Falkónak kedvez, hiszen közel 30 másodás biztos támadni. És Per, megint klasszis megoldás, 71-57. Ezek a középtávolik neki igazi specialitásai. Igen. Cozy, 4 másodperc még. Lepöccintik, és a labda a Szombathelyieké. Minden ilyen kétes labda a legtöbb szituációban a Falkóé. Nem véletlenül szedtek kétszer annyi lepattanót. Igen, itt megjelenik a statisztikában, de nagyon sok esetben nem. Viszont ez tényleg, ha aki ezt tudja kontrálni, ez nagyon közel kerülhet a győzelemhez. És ők tudják egész mérkőzésen. Már pedig a Falkó egyre közelebb és közelebb kerül a győzelemhez. Perl. Még ezek is beleférnek. Hosszú támadás, nincs gyors indítás az Albának. Itt van De Cozy dobása, és hogy utána lepöccintik, úgy. Ugye eltelt 2,5 perc, és ugyanúgy 14 pont a különbség, mint a harmadik negyed végén. Ez a Falkónak tökéletes. És egyelőre nem is érezni, hogy ez bármi olyan jel nem jön, ami ezt megváltoztatná. Igen. Vojvoda, lejön ez is. Bot. Kovács egy lábas, de bemegy.
szinte hiba nélkül játszik ezen a mai meccsen. Így van. De amit eddig úgy mindenki várt volna tőle, azt most a legjobbkor hozza is. Ez is kimarad. Én azt hiszem, hogy most tört meg végleg az Alba. Mármint így mentálisan, így nézve a játékosok mozgását. Igen, igen. A testbeszédük a sok mindent elárul. Így van. Perl. Barász a sarokból. Dekózi szedi le. És aztán Barács egy ilyen sodrós falt. Újból nincs gyorsindítás, újból nincs kosár. Ezt nagyon jól használja, ezeket a taktikai faltokat a Falkó. For, Fillmore-nak lejuttatják, hogy oldja meg Pottal szemben. Meg is oldja falttal együtt. Igen, még Fillmore az, aki most az utóbbi percekben próbál azért ott alsó poszton könnyű gólokat szerezni, már ezt sem mondható könnyűnek. Úgyhogy dobhat még egyet Fillmore 6 perccel a vége előtt. Ugye Pottnak is ez a negyedik hibája, Kovács is begyűjtötte már. Még lehetnek ott problémák a rotációban, a mezőny pozícióban. Fillmore 18 pontos, Somogyi 15 az Albában, Perl és Calvez 19-19 a Falkóban. Próbálják Potot megcsapdázni. Vojvoda Keller mellett bedobja. Időkérés. Mégpedig az Albánál. Nem, bocsánat, a Falkónál. Konakov kérte. Nagyon jó ritmusban. Megint visszacsúszott az Alba 11 pontra. 11-re, igen. De hát a meccs a Falkó kezében van, nem lehet más mondani. Jól is nézzén ki, ha más mondanánk, hiszen ez az igazság. 11 for you. That fear was is the crucial. Every their offense cannot be passed. Can be free throws. To the end of the game they can shoot 10 free throws. Nothing problem. But no live basket. No necessary help. No easy three. In offense we don't need it. We know who that will happen. Hey. 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 Play zip 4. Zip 4. Zozo. Put the ball inside. Around. Nothing go. And here is the red. Hey. Hey. Patient. No live basket. Use the foul and trick. Get to Aaron. Ez mind csak megerősített ez az időkérés, amiről eddig beszéltünk, ugye, hogy nem lehet élő kosár, amivel ritmust kapjanak, menjenek a büntetőre, törjenek a ritmusuk meg. A 10 büntetőt dobnak, nincs probléma, mert akkor is még megnyerik a meccset. Így tervez Konakov. Pot. Vojvoda szabálytalan. Első személy hibája. Konakov már nagyon akart ezt a faltot a kispadról. De szép! Perl! Ez is megbeszélt játék volt ugye a cip for, hogy Barács átveszi, és utána egyből megy ez a befutás. Úgyhogy akkor megint ott vagyunk, hogy hiába jön föl 11-re az Alba. Közelebb nem tudnak jönni. Somogyi fölnéz, látja, hogy még van 7-8 másodperc. Egy gyenge dobás. Újból ugyanazt a figurát fogja hívni a... Falkó. Barács. Ó, beforgatja Fordot. Hihetetlen türelemmel maga biztosan ott. Igazából nagyon jó hatékonysággal fejezett be onnan. Vagy adott belőle asszisztot az egész mérkőzésen.
Úgyhogy megint 15 az előny, úgyhogy kevesebb, mint 5 perc van hátra a bajnoki döntőből. Hát az időkérésre reagálva fél perc alatt a Falco megint könnyű 4-0. Okay, if they defend zone, if defense both sides, if not, play 5-5, okay? Then, now, defense, hand to man, full goal, all of you, full goal, full goal, let's go! Itt a remek hangulatban jól vettem ki Zubi Ága edző szavait, akkor az az elsődleges cél, hogy most kimennek egész pályára, szóval mindent egy lapra feltéve rámennek a szerzett labdákra. Hát, ha ezzel meg tudják törni a Falcót. Kevesebb, mint 5 perc van tehát hátra a bajnoki fináléból, maga biztosan vezet a szombathelyi együttes, amelyik megalapozta ezt a döntőt egy 30-18-as első negyeddel, és onnantól kezdve tulajdonképpen az Alba csak fut az eredmény után. Hol kicsit közelebb jönnek, hol távolabb kerülnek, de a Falco ma ellenállhatatlannak bizonyult. Ez is Falt. Tudatosan jól keresik Barácsot alsó poszton. Hát nagyon közel van a Falco ahhoz, hogy története 5. zsinórban a 4. bajnoki címét szerezze meg. Hazai pályán, heroikus küzdelemben, hogy erre mondtam, hogy ebben aztán van gyakorlatuk, hiszen legutóbb a Körmend ellen, azt megelőzően a Szolnok ellen is 5 meccses volt a finálé. És mind a Falco nyerte. Gilmore. Ez kijön, és a labda a sárgáké. 4 perccel a vége előtt, 15 pontos előnynél. Eltelt egy perc ismét az időkérés óta, és nem változott, nem tudott közelebb jönni az Alba. Hát itt nagyon nagy csodának kéne történnie, hogy ne a sárga-feketék ünnepeljenek szűk 4 perc múlva. Pott, Keller járatják a labdát, Barács kipasszolja, Perl nem dobja be, Vojvoda visszahúzza a labdát. És mint egy jó hosszú támadás volt a végén, üresre kijátszott helyzet. Jó a kosár. Keller hiába ütötte le. Nem sok ilyen jelenet volt a meccs, hogy valaki így végig tudjon cikázni a Falco védelmet. Igen, hozzáért már a táblához, a palánkhoz a labda, ami onnan visszapattan, azt már nem lehet leütni. De hát ezt a hátralévő nagyjából 3 percet most már állva fogja tölteni a szombathelyi közönség. Keller leszed még egy támadó lepattanót. Egész egyszerűen fizikálisan, mentálisan mindenhogy felőrölte a Falco ma az Albát. És erre a legjobb példa tényleg a lepattanó arány. Igen, igen, végig kontrollálták az egész mérkőzést. Ebből a szempontból a Falco most visszarendeződik, ahogy látom, Konakov ott zónában. Kezdődik az utolsó 3 perc. Vojvoda, nincs dobó helyzete. Most nem jön be az a csel, ami bejött a 3. negyedben. Az és az irányváltás. Rólam. És nem rólna Falco. Igen. Pedig megvolt az előnyük, 2 játékos is ott volt, de... Ugye azt mondtuk a szünetben, amikor 51-et dobott a Falco, hogy valahol 80 és 90 között meg lehet nyerni ezt a meccset. Nem sokat tévedtünk, 77-nél tart a Falco, és 64-et dobott eddig az Alba. Az Alba szigorított a védekezésén, tud labdákat is szerezni, de futni nem.
továbbra sem, és nem tudnak ritmus kapni függetlenül attól, hogy tényleg jobban védekeznek a második fél időben, de nem tudják ezt kamatoztatni a túloldalon. A harmadik negyed végén is az albánok a gyors indításból szerzett pont rubrikában 2 pont volt. 30 perc alatt az albán áll, amelyik ugye az alapszakaszban 90 pontot átlagolt, és ennek nagy része tranzíciós játékból jött. Vagy jelentős része. Jelentős része, igen. Ugye a kikényszerített, eladott labdák. Nem, egész egyszerűen megfojtotta ma a Falkó az Alba játékát. Keller Ákos harmadik személyi hibája. De ezzel is mentek a másodperce, 2-0-9 maradt hátra. Én kicsit nem betartotta az edzői utasítást, hogy nem lehet az, hogy élő kosár legyen. Menjenek büntetőre, jöjjenek oldalról és tördeljék szét a játékot. Kowals lök. És ezzel a negyediket kapja. Ha még ki is pontozódna idő előtt, akkor is ő a meccs hőse, az egyik hőse per mellett. Ma nagyot játszott Kowals. Ő is ma nyújtotta a legjobbját a döntő 5 összecsapása közül. Igen. Pongó kihagyja a büntetőt. Marad a 13 pont. Az már jó. De hát 2 perc, ezt le kell tudni menedzselni egy ilyen szintű csapatnak, mint a Falkó. De még Zsozó kezében van a labda, nem hinném, hogy ezzel probléma lesz. Hosszú játék, igazából 6 labda birtoklás az előny. Kicsit lassú volt ez a Tidy féle passz. Még belefért volna szintén egy extra passz a sarokba. De újból nincs gyors indítás, nem tudják gyorsítani a játékot. Ford triplája lejön, és marad a labda az albánál. Még egy időkérés. Konakov kéri ki az idejét, aki most reklamál a zsűri asztalnak. Gyakorlatilag másfél perc maradt hátra. Kérdezi Perl, hogy nem akarod vissza megnézetni? Még ha elveszíti a harmadik időkérését, sincs nagyon más semmi. De elvégben megnézik a játékvezetők, elindultak. Aha, megnézik, igen, hogy kiről ment ki a labda. Akkor ebbe segítsünk nekik, jó, hogy kiről ment ki. Ez mintha dekózi lett volna, nem? Igen, szerintem Per másik irányba ütötte a labdát. Az dekózi. Igen, a két játékos ellentétes irányba mozgott a két kéz, tehát Per nem üthetett bele, mert akkor befele kellett volna jöjjön a labda. Igen, igen. Én is így láttam ezt. Nem csodálkoznánk, hogyha a Falkó jönne ezek után, és nem az Alba. Igen. Igen, ebből a két felvételből az látszott valóban, hogy ez a Falkói lesz. Úgyhogy 1:38-al a vége előtt a hazai együttes kapja meg a labdát. Hát piszak izgalmas egy döntő volt ez az 5 meccses összecsapás. És a legsimább meccs ez lett az 5. Bármilyen furcsa, pedig akivel beszéltem, mindenki azt gondolta, hogy nem ez lesz a legsimább. Így van, viszont ahogy ez a meccshez hozzáállt a Falkó tényleg, hogy végig tudta kontrollálni, az a tudatosság. Az Alba kapja meg. Igen, bevállalt, hogy róla ment ki, ez nagyon sportszerű volt Ákostól, le a kalappal előtte. Mondjuk már megteheti. Másféllel a vége előtt. Hát Ákost ismerve azért ezt meg szokta tenni, szóval ilyen szempont nagyon lelkiismeretes. Ő nagyon sportszerű egyébként valóban. Fillmore bedobja. Tidy hatalmasat esett, volt egy kis ütközés a két
100 kilós játékos között. Sőt, Tybee inkább 110. De nincs már jelentősége, mert itt az ünneplés fog elkezdődni hamarosan. De Cozy faltól még. Ez még mindig csak a harmadik hibája az Albának. De volt két kiemelkedő játékos, a Pell és Kowels a Falkónak. Ők ketten 40 pontot dobtak a 77-ből, és ez döntő volt. Meg persze ezer is egy másik ok, de ez a kettő is fontos. Én még egy kicsit kiemelném azt, hogy ugye Baracs is, amilyen higgadtan osztogatott alsó posztról. Most már szerintem kivel fölmegy, 22 Kowelsnél a meccs jelentem eldőlt. Csad is hatalmas lökést adott a Falkónak, hogy Pota higgadtságával ott tudott lenni a pályán, és tudott nekik segíteni a rotációban. Pot megy le, akit összedrótoztak erre a mai mérkőzésre. Visszajön Kovács Benedek. És szól a Stefán. Itt már mindenki az ünnepre készül. Itt szerintem nincs olyan ember a csarnokban, akinek megfordulna a fejében az, hogy esetleg baj lehet még. Főleg így, hogy még Dekózi is kihagyja. Igen, az egész mérkőzésen lehetett látni azt, hogy ezt tényleg, ahogy mondtad, uralja a Falkó. Milos Konakovék nagyon szépen építették föl ezt a meccsüket. Előre jön még. Dob egyet Kovács. Túl a 80-on. Hát jól belőttük 80 és 90 közé, hogy azzal lehet meccset nyerni ma. Igen, igen, és az is, hogy nem lehet 90 pontot dobni ennek a Falkónak, de még így a van. 70-nel is probléma van. Úgy így van. Elő van Tybee. Még egy zsákolás. 84-68. De a meccs elején vezetett 11-8-ra az Alba. Azt a gyorsan megfordította a Falkó, és végig vezetve hol 18, hol 16, hol 10 ponttal, de megnyerik a bajnoki döntőt. Így a Falkó Vulcano Energia KC csapata története során 5. alkalommal magyar bajnok, Zsinórban pedig negyedszer nyerik meg a finálét. 2019, 2021 és 2022 után 7 másodperc van hátra, de itt már nem akar támadni Perl, Zoltán sem nagyon. Jöhet a készfogás. Bajnok tehát a Falkó együttese 2023-ban. Nagyon szépen játszottak, tényleg. Ilyen ötödik meccset lehozni, ez nagyon ritka, hogy egy csapat ennyire így egybe tud lenni. És jár a gratuláció mindkét csapatnak, mert tényleg jó, nagyon jó döntőt láthattuk, úgy gondolom. De ez a Falkó már ellenállhatatlan volt. Igen, nagyot küzdött az Alba, ha ezt nézem, hiszen mégiscsak mind a két hazai meccsét megnyerte. De ugye nem lehet úgy meccset nyerni, hogy nincsen 20 pont fölötti negyedet, vagy csak nagyon ritkán. Igen, ma nem jött az Albából az az extra, ami kell egy ötödik meccsen, hogy idegenbe tudja nyerni. És érdekes, mert sok olyan véleménnyel találkoztam, hogy egy ilyen ötödik meccsen talán inkább a Falkó lesz a fáradtabb, és hogy az Albának van hosszabb cseresora, hosszabb padja, és nem ez lett belőle. Igen, ez pontosan azért is, mert az a mérkőzés terv, amivel kijöttek, az a higgadság, amivel ők megmutatták, hogy itt ma ők meg akarják azt mutatni, hogy tényleg miért is nyerték meg az alapszakaszt, a kupát, hogy ők a legjobb csapat, és ezt bebizonyították a pályán is. Természetesen majd igyekszünk főszereplőket megszólaltatni, már amennyit lehet majd hallani ebből a brutális hangzavarból, mert egymást alig halljuk. Nemhogy... Ha leadnám akkor a szót... Elnézést, csak ugye miután nincs mögöttünk biztonságőr, itt a részek Falkó szurkoló bejött számon kérni minket, hogy... Mindent bele kellett adni.
Nagyon büszke vagyok a csapatra. Nem csak ma, de úgy érzem, hogy az egész szezonban megmutattuk, hogy mi voltunk a legerősebb csapat. És amikor jöttek a sérülések, akkor is még jobban összezártunk, és egy hihetetlen szezon tudhatunk magunk mögött. Sorozatban a harmadik alkalommal nyertetek ötödik meccset a döntőben. Nyilván változott a csapat, de ez mekkora dolog? Hát ez egy óriási dolog, aki sportolt, azt tudja, hogy az utolsó mérkőzés az mindig lutri. Szerintem megmutattuk, hogy mekkora mentális ereje van a csapat. Nagyjából 20 pontot átlagoltál a döntőben is. Volt már egy olyan kosarod, amit egy kézzel dobtál be az első fél időben, nem tudom, emlékszel-e? Mennyire voltál ihletett formában a sérülésed ellenére? Hát nagyon szeretem volna segíteni a csapatnak, úgy érzem, hogy sikerült is, de ez tényleg egy igazi csapatdiadal volt. A Stefant is ki kell emelnem, aki sérültem, vállalta a játékot, és nagyon sokat segített. Jó ünneplést kívánok, köszönöm szépen! Köszönjük Per Zoltánnak az értékelést. Ugye 9. NB1-es szezonja ez Pernek, és az 5. bajnoki döntője. Ugye a 18-as döntőben 14 pontot átlagolt, a 19-esben 15-öt, 21-ben 23-ot, tavaly 16-ot a fináli 5 meccsén. Elképesztő. Ugye Zolinak az idei rájátszás átlaga 18 volt, és akkor elvileg Konakovics ott van, csak nem nagyon halljuk, hogy mit mond. So Milos, now you completed this perfect season after winning the cup. Now that's a championship title. Megnyertétek a kupát, ezzel lett teljes a bajnoki címmel ez a szezon. Mit érzel ma? This is just one feeling what I have in my head now. I can say just wow. Because when we start last summer in the July and change camp for the team, tavaly július óta. In dream think we will be like this now. And I'm very proud of this team. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra. És közben Milos Konakovot élteti a közönség. On the first round of the playoffs, Brown is injured. Now Stefan Pott and Zoltán Per was also injured. Ugye so Brown is sérült volt, Pott is. Perl is ennek tükrében mi ez az eredmény, hogy érzékelik? A hátával volt a Zolinak problémája. I don't have just wow. I just want csak to celebrate. Csak tudom mondani, hogy wow, hogy szeretnék ünnepelni. During this final series, before the games, I heard you speaking Hungarian to the fans. So we will try the interviews in Hungarian next season. Megpróbálkozunk egy magyar nyelvű interjúval. I more or less have problem when we come in some deeper communication, but I will do my best. I agree. Szerintem előbb-utóbb megtanul magyarul, ha még itt marad. Persze, és ugye ő is kiemelte azt, hogy tényleg ugye ebben a szezonban azt újra kellett építeni, ugye sajnos sok meghatározó játékos a távozott, viszont sikerültek, és tényleg nagyon jó munkát végeztek eddig a szezonban. Ugye Keller Ákosnak megvan a 8. magyar bajnoki címe, Fer Zoltánnak pedig a 4. És akkor elvileg majd az ezüstérem átadása kezdődik. 23-as férfi kosárlabda bajnokság. Az eredményhirdetés. Nemény András Szombathely polgármestere. 2023-22-es szezon legjobb Szombathely játékosának. A legjobb Szombathely játékosnak a díja nyilván Per Zoltán kapja meg. Sok kétség nem fér hozzá szerintem. Teljes joggal szól az MVP, ugye beszéltünk mi Zolinak a mutatóiról, hogy idén mit tett le az asztalra. Elképesztő. És az, hogy tényleg szintet lépett a játék abban, hogy most ebben a szezonban már többet játszott, ugye irányítóként is. Na és akkor most jön a hivatalos eredményhirdetés. A 2022-es év játékosa Per Zoltán lesz egyébként, ezt az MKOS, tehát a Kosárlabda Szövetség díja, és Báder Márton, az MKOS elnöke adja át Per Zoltánnak, tehát a 2022-es díjat, és akkor parancsolj Kristóf! Egy újabb bajnoki cím, és megint a döntő 5. mérkőzés.
mérkőzésen sikerült ezt behúzni. Mekkora kihívás volt ez a döntő az Alba ellen? Hát nincs, hogy végére majdnem elfogyott a csapat, és hullafáradtak vagyunk. Meghallgattunk 5 rettenetes himnuszt, és ezek után fel tudtunk pörögni még az 5 utolsó meccsre. Hát, nagyon örülök. Valamiért mostanában csak 5 meccsen sikerül, ez nem gond. Most lesz egy-két hónapom kipihenni magam, kapom a sörömet, és megyek ünnepelni. Nyilván nagyon szeretnél már ünnepelni, egy kérdést még engedj meg. 9. döntődben ez volt a 8. bajnoki címed. Döntsük el most már, hogy a bajnok csapatnak kell egy generálkos, vagy csak te igazolsz mindig jó helyre. Most akkor melyik az igazság? Valószínű, mindkettőben van valami. Köszönjük az értékelést Ákosnak, közben Pukler Gábor elnökségitek és Báder Márton, az MKOS elnöke akasztja az ezüstérmeket az Alba játékosainak a nyakába, ahol nyilván most csalódottság van, a szezon elején, vagy mondjuk ott a Zollner éra végén, amikor a zsinórban 6-ot kikaptak, ott valaki azt mondja, hogy ebből ezüst lesz, akkor lehet azt mondják, hogy jó. Hát igen, ott ugye egy elég lejfenedve voltak mellette, viszont ugye a szezon elején mindenki azt mondta, hogy az Albának ott a helye a döntőben, sokan ugye úgy gondolták, hogy a bajnoki cím egyik legnagyobb várományosa. Hát az a hullámvölgy a sokba került nekik, utána visszaküzdötték magukat, ugye eljutottak a döntőig, és itt is mindent megtettek azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el. Az Alba Fehérvárnál a csapat után, amelyik egyébként Balsai Ádámból, Pongó Marcelből, Szabó Zsoltból, Takács Milánból, Quincy Fordból, Quentin de Cosiból, Somogyi Ádámból, Fillmoreból, Takács Martinból, Góbi Marcelből, Mbaké Diongból és Vojvoda Dávidból áll. Alejandro Zubillaga és Kertész Dániel, mint a két edző is megkapja természetesen az ezüstérmet. Valamint az erőnléti edző Gödör Marcell, a masszőr Ferenci Márk, ott van a fiziótréner Horváth Hajnalka is. És akkor jövünk át a Falkóhoz, hiszen jönnek az aranyérmek. Immár tehát ötszörös bajnoknak mondhatja magát a Falkó. Érkezik Fer Zoltán, mint csapatkapitány. Egy oklevél, és aztán pedig jönnek az aranyérmek, amelyeket először Fer Zoltán nyakába akasztanak. Ugye a csapat névsora Horváth Ádám, Hansen Dániel, Matthew Taibbi, Keller Ákos, Stefan Pott, Fer Zoltán, Raymond Cowells, Takács Zsolt, Sövegjártó Ábel, Kovács Benedek, Krivácsevics Márko és Boris Barács, a vezetőedző Milos Konakov, a másodedző Márko Csurovics, a technikai vezető Gábor Máté, a két erőnléti edző Laki Ádám és Hajas Csaba, a technikai intéző Nagy Norbert, a gyúró Tanai Zoli és az ügyvezető Grácer Gyuri bácsi. És Zachary Brown. És Verasztó Péter, ha így van, Verasztó Péterről se feledkezzünk meg. De volt ott egy nagy szolnoki éra, 14-15-18, közte ott beékelődve egy Fehérvár, és aztán pedig 2019 óta csak a Falkó, de nagyon sokan azt mondják, hogy ugye a 20-as bajnokság, ami a Covid miatt félbeszakadt, hogy ott is a Falkó volt a legnagyobb esélyes, ezzel nehéz vitatkozni, de ott nem osztottak érmet. De aztán 21-ben és 22-ben megint csak a Falkó lett a bajnok. Úgy van, ugye, hát az elmúlt időszakban nagyon
uralják a bajnokságot, és ugye a BL-ben is folyamatosan szerepelnek, ahol viszik a magyar kosárlabda jó hírét. Az albások levonulnak, akkor már csak a kupa átadás marad, amely ott van már Báder Márton kezében. Erőléti edző Gorki Ádám Haras Csubi! A csapatorvos a dr. Bauer Otto! És ez marad az utolsó hivatalos protokoll pillanat, hogy aztán gyakorlatilag szerintem betódulhassanak a nézők majd ünnepelni a játékosokkal együtt az ötödik bajnoki címet. Hát már nagyon várják a szurkolók, ugye a security már föl is sorakozott, hogy nehogy valaki megbontsa itt a rendet idő előtt. És akkor érkezik Báder Márton, és adja Perl Zoltánnak a kupát. Úgyhogy lehet majd magasba emelni, és lehet ünnepelni, lehet pezsgőt tölteni bele, és aztán pedig lehet hálót vágni. Mert az még hátra van. Így van, és az mindig az egyik legnagyobb ilyen helyzet az ilyenkor. Úgyhogy elkezdődik itt most egy önfelett ünneplés. Szombathelyen a bajnoki cím után egyelőre még a játékosok, de aztán csatlakoznak hozzá a nézők is. Mi pedig azzal köszönjük meg a figyelmüket Váradi Kornéllal együtt, hogy ez egy nagyon jó szezon volt, egy méltó befejezés ennek az évnek ez az ötmeccses döntő. Gratulálunk minden csapatnak, és nem csak azoknak, akik idáig eljutottak, hanem akik megtettek mindent. Ugye van egy nyíregyházi kiesünk, ezt is tudjuk, úgyhogy innen jön majd a folytatás. Igen, igen, nagyon jó kis szezon volt, ugye most nemrég kiderült, hogy az NKF is csapata csatlakozik majd az első osztályhoz, és hát jövőre se legyen rosszabb a bajnokság, és hasonlóan izgalmas mérkőzéseket is döntőt lássunk. Így van, úgyhogy mi köszönjük szépen innen föntről a figyelmüket, a viszontlátással, a viszonthallással.